A korábbi időben tudjuk, hogy nem volt erre lehetőségünk, csak a 2011-es uniós beruházás adta ezt a lehetőséget, hogy egy zárható folyosónk van, és egy nagy konferenciatermünk ahhoz, hogy ilyen rendezéseket tudjunk megszervezni, hiszen nem csak a munkaértekezleteket tudjuk most megtartani, a konferenciateremben a Semmelweis napi ünnepségeket, a karácsonyi ünnepségeket, hanem erre is van lehetőségünk. Negyedik éve látjuk a csodálatos képeket, a szívet-lelket gyönyörködtető képeinket. Számunkra nagyon-nagyon kedvesek ezek a képek, először is azért, mert művész úr szinte az intézetünkhöz, a családunkhoz tartozik, hiszen a testvére, a mi munkatársunk, bőrgyógyászdoktornőnk Németh Szilvia. És ezért egy kicsit a képeit közelebb érezzük magunkhoz. De nem csak azért, mert a családot ismerjük, hanem azért is tetszenek ezek a képek, mert a témája egy kicsit közel állnak hozzánk. Hozzám különösen az alföldi képek. Most egy picit más irány is van, de ezek talán még szebbek. Én nem értem, hogy miért, de biztosan szebbek. És a szemnek tényleg gyönyörködtető. Úgy gondolom, hogy így karácsony előtt, advent idején mindegyik munkatársunknak fontos, hogy jobbkedvűen, nagyobb lélekkel tudjunk tervezni, gondolkodni, és a karácsonyi ünnepekre készülni. Ez az első mozzanat most már negyedik éve, hogy készülünk a karácsonyi ünnepekre. Végül is valóban először hobbiként kezdtem, ezelőtt, körülbelül 20 évvel ezelőtt. Hajdúszoboszlón voltunk nyaralni a családdal, és ott voltak portrérajzolók, meg kiállításokat is nézegettünk, és ehhez kötődik az egész, ugyanis amikor hazamentünk a családommal, vagy a párommal, akkor azt gondoltam, hogy én nekiállok ennek, megpróbálom, hogy milyen ez maga egyáltalán az egész rajzolás. Aztán későbbiek folyamán pedig a festészet bekóstolgattam bele. És azóta végül is nem hagytam abba. Akkor ez ilyen autodidakta módon, saját magától megtanult módon indult el? Így indult teljesen, pontosan. Úgyhogy aztán később persze jártam különböző képzésekre, úgyhogy meg folyamatosan azóta is képzem magam. Most itt, ha végig sétáltam a kiállításon, és azt láttam, hogy inkább a népi építészet és a táj, a tanyavilág az, ami megjelenik a csendélet mellett, és ez most csak egy része a munkáinak, vagy inkább ilyenekkel foglalkozik? Általában én azt festem, ami körbevesz. Ugye ilyen helyen élek eleve, Izsákon, ugye azért Izsák egy nem egy nagy település, eleve ugye a tanyán éltem jó pár éven keresztül, most egy fél éve most már máshol lakom, de azt mondják, hogy a festő azt kell, hogy fesse, ami körbeveszi. Én is így vagyok vele, hiszen azt tudjuk hitelesebben visszaadni, ami körbevesz bennünket. A kiállítást Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester asszony nyitotta meg az érdeklődők előtt. A legelső ilyen gondolat, ami az önéletrajzában megfogalmazódott, hogy örökös tanulásra ítéltem magam. Nagyon tisztelem ezért, hogy ezt ki tudja mondani. Én azt gondolom, hogy mindannyiunk életében ott van ez az örökös tanulás, csak nem így fogalmazzuk, vagy nem valljuk be. De azon túl, hogy ezt bevallotta, mindannyiunk elé tárta ezt, hogy nem látja a végét ennek az útnak, hála Istennek, és nem tartja annak, hogyha valaki a kezébe adta az ecsetet, és megismertette a színek titkával, és a formák ábrázolásával, akkor megérkeztem, és festő vagyok. Tehát folyamatosan jár az útján, nagyon aktívan, és ezt láthatjuk évről évre, hogy hogyan fejlődik, hogyan ábrázol ugyanazt a tájat másképpen. Nyilván a benne lévő gondolatokat is megpróbálja másképpen megformázni. Én, amit itt hirtelen egy sétával tapasztaltam és észrevettem, a színek változását és az ezen tett fejlődési utat, egy picit
picit tompultak, és nem annyira határozottan megrajzolt karakterek és vonalak jellemzik az idei alkotásait számomra legalábbis. Ez engem abszolút nem zavar, hiszen ad benne egy sejtetést, hogy én látok és érzek valamit magamban, ezt megpróbálom elétek tárni, de adok lehetőséget arra, hogy ezt ti tovább gondoljátok. Folyamatosan kísérletezem, tehát ugye portrékkal, alakos kompozíciókkal is foglalkozom, csak itt jelenleg nincs, tehát abból kevesebbet szoktam. Azt láttam, hogy így is tele van a folyosó, de még rengeteg kép nem került ki a falra. Összeszámoltam már, hogy hány festménye van? Most jelenleg, hogy hány képen van, vagy pedig, hogy mennyit festettem, mert ez, azt igazából nem tudnám megmondani, több ezer, tehát annak a számát nem tudom. Milyen technikával készülnek ezek a festmények? Elsősorban olajjal dolgozom már hát közel 20 évvel, és ugye folyamatosan azért kísérletezgetem egyes más technikákkal. Most itt túlnyomó részben talán a pasztelképek azok, amik közelebb állnak hozzám, és azokból is van a több. Most azzal foglalkozom leginkább, a pasztelkrétával. Ugye említette az legelején az interjúnak, hogy hobbiként kezdte. Ezek szerint akkor most már ez a munkája, ez a foglalkozása? Igen, azt gondolom, hogy azt lehet mondani, hogy pár éven keresztül hobbi, tehát más egyéb tevékenységek mellett foglalkoztam vele, aztán később választanom kellett, hogy melyik az, amit szívesebben szeretnék csinálni, és körülbelül 3-4 év után döntöttem úgy, hogy a festészet az, ami ez leginkább a szívem húz, és ezt választottam. Egy másik méltató gondolatban érdekes megfogalmazás volt, hogy azzal, hogy tájképet festenek a mai festők, egy újfajta népművészeti irány kezd kibontakozni. A népművészet a népről, az életünkről szól, a mindennapjainkról, a környezetünkről, a szokásainkról, egy-egy nemzet kultúráját fogja össze a népművészet. És ha ebbe a szép sorozatba, a népzenébe, a néptáncba, a nyelvünkbe, a népviseletünkbe, a népi hagyományainkba a tájfestészet is bele fog tartozni, azt gondolom, hogy ez mind-mind csak gazdagítani fogja a mi nemzetünk kultúráját, és hogyha ezt ilyen hitelesen, és ilyen őszintén, és ilyen megnyugtatóan, ilyen elgondolkodtatóan adja át nekünk egy művész a tájfestészetben ezt az újfajta népművészeti elemet, akkor teljesen jó úton jár a mi nemzetünk népi hagyományainak a megőrzése.